A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Január 20-ától már nem a Kémény ZRT szakemberei kopogtatnak az egyes háztartásoknál, hogy a kéményseprőügyi munkát elvégezzék, hanem az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a munkatársai jelentkeznek. Hogy egészen pontosan mi is történik, ezt megtudhatjuk most a következő percekben Farkas Bozsik Gábortól, a Fejér-Vár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől, aki a vendégem itt a stúdióban. Köszöntelek itt a stúdióban, itt nálunk a köztérben. Köszönöm szépen a meghívást, szívesen jöttem és adok tájékoztatást a felmerült kérdésekre, és nagyon jó volt már a kérdésfelvetés is, elnézést, hogy visszautalok, hogy pontosítsunk, mert nem minden háztartásban a katasztrófavédelmi kéményseprői azok, akik kopogtatni fognak 2023. január 20-a után. Tehát ez egy neves dátum a kéményseprésben, itt Fejér Vármegyében is, ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a katasztrófavédelem, a gazdasági ellátó központunk, ez egy országos szervezet, vette át a lakossági kémények karbantartását, a lakossági kéményeknek az ellenőrzését itt Fejér Vármegyében. Ez körülbelül olyan 170 ezer kémény, 95 ezer háztartást érint. És mi a különbség, de mi a de, vagy az és? Hát azok a gazdálkodó szervezetek, azok az ingatlanok, ahova valamilyen gazdálkodó szervezet van bejelentve, korlátolt felelősségű társaság, BT, de még az egyéni vállalkozó is, ott nem a katasztrófavédelem végzi ezt az úgynevezett sormunkát, hanem azzal a megyével, azzal a településsel szerződött kéményseprőipari szolgáltató. Ez a jelentős különbség. Nagyon fontos különbség az is, hogy a állampolgároknak, a lakosságnak, ahol a katasztrófavédelem végzi ezt a tevékenységet, ez a sormunka, ez a kéményseprés, ez ingyenesen elvégzett munka, a gazdálkodó szervezeteknek pedig hát ki kell fizetni azt a költséget, amit a szolgáltató megállapít nekik. Milyenek a menete egyébként? Tehát, hogyha egy lakó, mondjuk én úgy döntök, hogy szeretném átvizsgáltatni, illetve kitisztítatni a kéményt, akkor mi a helyzet? Mit kell tennem? Hát itt sem annyira egyszerű még a helyzet, tehát tovább lehet bontani a kérdést, vagyis hát a választ. Először is, hogy úgy döntök, tehát úgy kell döntenem, inkább így fogalmaznék, ugye törvény, jogszabály kötelezi az állampolgárt arra, hogy az égéstermék elvezetőjét, a kéményét rendszeres időközönként átvizsgáltassa. Tehát ez nem egy opció, hogy szeretném vagy nem szeretném, ez kötelező igénybe venni. Olyan, mint mondjuk a hulladékszállítást, azt is kötelező igénybe venni. Mikor kell, milyen sűrűn kell igénybe venni? Itt a fő kérdés az, hogy mivel fűtünk. Ha valamilyen fatüzelésű, szilárdanyagtüzelésű fűtőberendezésünk van, akkor ott évente kell ezt elvégeztetni. A földgázüzemű, gázkazánunk van, kombigázkazánunk van, vagy még ennél is korszerűbb, de az a lényeg, hogy gázüzemű kazánunk van, ott pedig kettő évente kell ezt elvégeztetni. Ha társasházban lakunk, akkor a kéményseprő, a katasztrófavédelemnek a kéményseprője értesíteni fog minket arról, hogy mikor szeretne jönni. Ezt az időpontot egy alkalommal díjmentesen lehet módosítani, ha nekünk az az időpont nem megfelelő. Hogyha családi házban lakunk, akkor nem automatikusan érkezik a katasztrófavédelem kéményseprője, hanem ezt a szolgáltatást, szilárdanyag tüzelésű kályha kéménye esetén évente, ahogy említettem, gázüzemű tüzelőberendezés kéménye esetén kettő évente, tehát a családi ház lakójának magának kell ezt a szolgáltatást megrendelnie. Talán a legegyszerűbb online, ez a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon ezt megteheti, ráadásul itt rengeteg más információ és menüpont található, nem azért, mert a mi honlapunk, de én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon színvonalas és nagyon informatív, és könnyen lehet rajta tájékozódni. Én is januárban kezdtem el nézni, amikor már közeledett ez a január 20-a időpont, hogy Fejér Vármegyében is már az én szervezetem végzi ezt a feladatot, és pillanatok alatt el tudtam rajta igazodni. Tehát itt meg tudják nézni a lakók azt is, hogyha társasházban laknak, akkor mikor várható a kéményseprés, ez egy tervezett időpont, a családi házban, akkor pedig megrendelhetik a szolgáltatást. De van lehetőség telefonon is ezt megtenni, a 1818-as telefonszámot kell felhívni, utána a 9-es, majd az 1-es menüpont az,
ami után segítséget kapnak ebben a kéményekkel kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők. Miért is olyan fontos, hogy évente vagy két évente ugye adott berendezésektől függően átvizsgáltassuk a kéményt és a berendezéseket? Hát ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, azt mondanám, egyébként ez igaz is, hogy minden, amit használunk, minden, ami műszaki berendezés, az használódik. Mindennek a karbantartását bizonyos időközönként el kell végezni. Ráadásul ezek a kémények, vagy hivatalosabb kifejezéssel élve égéstermék elvezetők, ez bizony az egészséget és az életet nagy mértékben tudják veszélyeztetni, ha nem megfelelő a műszaki állapotuk. Hiszen azok az égésgázok, amik keletkeznek, akár ha fával tüzelünk, ritkábban, de talán még előfordul széntüzelés is, szintén nagyon gyakran előfordul, hogy gázzal, földgázzal tüzelünk, ezeknek az anyagoknak az égése során bizony olyan anyagok szabadulnak fel, mérgező anyagok szabadulnak fel, amik az egészségre, az életre veszélyesek lehetnek. Hogy ez ne történjen meg, tehát ez a veszélyeztető állapot, nagy Isten sérülés ne következzen be, ezért vannak a kémények, hogy ezt elvezessék. Itt a tömítettségtől kezdve a húzatig, a tüzelő-fűtő berendezés kifogástalan műszaki állapotáig számos kérdés felvetődik, ezért fontos, hogy ezek megtörténjenek. És egy utolsó mondat ennek a kérdésre adott válasznál, hogy én azt gondolom, hogy a kéményt, az égéstermékelvezetőt és a hozzá csatlakoztatott tüzelő-fűtő berendezést azt egy egységben kell kezelni. Tehát nem elég, ha csak az egyik, akár a berendezés, akár a kémény jó, és a másiknál valamilyen probléma van, mind a kettő legyen kifogástalan állapotban. Én úgy gondolom, hogy ez muszáj, tehát feltétele annak, hogy magunkat, a családunkat, a gyermekeinket biztonságban tudjuk. Mindenképpen akkor is, hogyha mondjuk két kéményünk fönn, de mondjuk a kandallót vagy a más berendezést nem használunk. Ugye ezek már részletszabályok, ezt a kéményseprők tudják pontosan, hogy melyek azok a kémények, amik használatban vannak, melyek azok, amelyek úgynevezett tartalékkémények, hogy ezeknek az égéstermékelvezetőknek milyen hibái lehetnek, milyen hibakóddal tudják ezeket azonosítani, besorolni. Ez már a kéményseprő szakmának a közepe, a veleje. Hát ezt ezek a szakemberek megállapítják a helyszínen. Tőlük információt, tájékoztatást is lehet kérni, ha esetleg valamilyen hibát feltártak, hogy ez milyen jellegű hiba. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az ellenőrzések, ezek a kémény ellenőrzések időközönként, tehát évente vagy két évente megtörténjenek, és ha esetleg valamilyen problémát, hibát állapít meg a szakember, akkor azt haladéktalanul javítassuk ki. Ugye, ha jól tudom, akkor azért mondjuk a tűzeseteknek egy része, sőt azért jelentős része kéménytüzekből fakad, tehát ezért is fontos az, hogy tényleg átvizsgálják a szakemberek. Milyen helyzet itt Fehérvár megyében, mennyi kéménytűz volt mondjuk 2022-ben? Hát igen, az előző válaszomban csak itt a káros, esetleg mérgező égéstermékekről volt szó, de hát a kémény az tűzeszét is tud jelenteni, ha nem megfelelő a műszaki kivitelezése, vagy az évek során, évtizedek során, ahogy mértékben elhasználódott, vagy esetleg tűzeszét jelent a környezetére, a fából készült tetőszerkezetre például. 2022-ben 31 kéménytűz volt Fehérvár megyében. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes kéménytűz következtében, vagy minden egyes kéménytűz tovább terjedt volna például a tetőtérre vagy a lakótérre. Szerencsére az esetek döntő többségében a kéménytűz a rendszeren belül maradt, magyarul a kéménykürtőben maradt. De ennek az is a magyarázata, tehát, hogy ott maradt, hogy természetesen értesítették a 112-es központi segélyhívón keresztül a tűzoltóságot, és a tűzoltó kollégák azok olyan szakértelemmel avatkoztak be, hogy ott ezt meg kell tenni, kivették esetleg a KH-ból, a tüzelőberendezésből, amit ott izzó, égő, parázsló tüzelőanyagot kitakarították, kikotorták olyan mértékben a kéményt, hogy az már tűzveszélyt a környezetére ne jelentsen. Ugye mondtad, hogy egészségre káros anyagok kerülnek ilyenkor ugye a légtérbe. Mik jelezhetnek nekünk? Tehát mi az, ami jó, hogyha van a házon belül? Hát én azt gondolom, hogy tűzvédelmi szempontból, ha biztonságban szeretnénk tudni a családunkat, az ingatlanunkat, akkor három dolgot lehet beszerezni, és javaslok mindenkinek, hogy szerezzen. Ez háztartásonként magánembereknek nem kötelező a magyar jogszabályok szerint, de felelős családapaként is, hiszen nekem is van feleségem, gyermekem, és hát ráadásul tűzoltó is vagyok, tehát így, ha azt mondjuk, akkor nekem elvi kötelességem is, de három ilyen dolgot tudok javasolni a lakóknak. Egy tűzoltókészülék, egy hordozható tűzoltókészülék, ami kezdeti tüzek oltására kiválóan alkalmas, egy ilyen home detektor, egy otthoni elemről működő mennyezetre, oldalfalra rögzíthető füstjelzőkészülék, és egy szénmonoxid jelzőkészülék. Ez a három eszköz együtt már olyan biztonságot szavatol, aminek az alkalmazásával, felszerelésével elkerülhető egy nagyobb tűzeset vagy súlyos halálos sérülés.
És itt szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt évben nem Fehérvár megyében, hanem Magyarországon nem volt olyan lakástűz, nem volt olyan otthont érintő, pusztító tűzeset, ahol volt ilyen otthoni füstérzékelő, és súlyos, esetleg halálos sérülés szenvedett volna valaki. Akik elhunytak lakástűzben, súlyosan, életveszélyesen megsérültek, ne adj Isten, az olyan ingatlanokban egyikben sem volt, hiszen ennek pont az a feladata, hogy a tűz kezdeti időszakában, amikor már füstképződés tapasztalható, ez a keletkezéstől számítva akár egy percen belül is már megtörténik, tehát nagyon rövid idő alatt, ez az érzékelő egy hangos, sípoló, váltakozó, esetleg váltakozó hangmagasságú jelzést ad. Ez mire jó? Ez arra jó, hogy én otthon tartózkodom, például éjszaka van és alszom, amúgy is később venném észre, ha tűz keletkezik, felébredek, és van még lehetőségem, nagyon sok idő, relatív természetesen a nagyon sok idő, de sokkal több perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy meneküljek, így nem fog senki megsérülni, nem fog senki meghalni, illetve hát mivel egy kezdeti tűzről van szó, így nagyon nagy esélye, még én magam is el tudom oltani, például az otthon lévő tűzoltókészülékemmel. Aminek nyilván jó helyen kell lennie. Hát elérhető helyen kell lennie, így van. És a harmadik, amit megemlítettem, ez a szénmonoxid jelző berendezés. Minden évben elmondjuk, most már hosszú évek óta tart a katasztrófavédelem kampánya országos és vármegyei szinten is, hogy a csendes gyilkos szintelen szaktalan emberi érzékszervekkel nem lehet észrevenni, csak az egészségügyi tünetek, következmények azok, amik előrejelzik, vagy nem is előrejelzik, ez már nem is volt pontos megfogalmazás, tehát jelzik, hogy baj van. Mindenképpen javasolt és tanácsos ilyen érzékelőt beszerezni. Hol lehet beszerezni, gyakori kérdés, elnézést, esetleg megelőztem egy ilyen kérdést. Én mindig azt szoktam tanácsolni, ahogy szoktuk mondani, hogy cipőt a cipésztől, stb. Tehát ha ilyen közhelyen élek, akkor ilyen tűzjelző, vagy füstjelzőkészüléket, szénmonoxid jelzőkészüléket épületgépészeti boltokban szerintem a leginkább ott kell ezeket beszerezni. Szakemberek, olyan eladók vannak, akik értenek hozzá, és minden információval ellátják a vásárlót. Ráadásul biztosak lehetünk benne, hogy olyan készüléket forgalmaz az a üzlet, ami Magyarországon engedélyezett, biztonságos, betölti a funkcióját. Amikor a füstérzékelő, azt gondolom megszólal, amikor egy kis füstöt is érzékel. A szénmonoxid érzékelőnél mi az az érték, aminél jelez, illetve mi az az érték, ami tényleg az emberi szervezetre veszélyes? Igen, a szénmonoxidnál nem lehet meghatározni egyértelműen egy határozott értéket, hogy ilyen vagy olyan koncentráció esetén már ilyen rosszul létet okoz, komolyabb rosszul létet okoz, eszméletvesztést okoz, vagy halálot okoz. Ha az internet keresőbe beírjuk, hogy szénmonoxid mérgezés, persze fogunk találni ilyen értékeket, de ezek nem ökölszabály. Nagyban függ attól is, hogy ki az, aki ebben a légtérben tartózkodik, ahol a szénmonoxid jele van. Férfi, nő, gyermek, test, súly, stb. Illetve hát a szénmonoxid olyan szempontból is nagyon alattomos, hogy magas vagy extrém magas koncentrációban rövid idő alatt, pár perc alatt is tud életveszélyes, illetve halálos sérülést okozni. Alacsonyabb koncentrációban lehet, hogy nem okoz ilyet pár perc alatt, de ha ez az alacsonyabb koncentráció hosszú órákon keresztül fennáll, akkor szintén okozhat egészségügyi tüneteket. A korszerű szénmonoxid érzékelők, nem is, tehát természetesen márkát nem mondok, de a korszerű biztonságos szénmonoxid érzékelők éppen ezért nem csak azt figyelik, hogy pontosan mennyi, ha esetleg jelen van a légtérben, általa védett légtérben a szénmonoxid, hogy mennyi a koncentrációja, hanem az mennyi ideig áll fent. Lehet egy alacsonyabb koncentráció, amire még nem jelez, de ha az alacsonyabb koncentrációt teszem, azt 4-5 órája fennáll, akkor lehet, hogy már riasztást fog adni. Hová érdemes tenni egyébként mondjuk a szénmonoxid érzékelőt? Hát, hogy a szénmonoxid gáznak a fizikai tulajdonsága, az egyik fizikai tulajdonsága a sűrűség. Általában, hogy a levegőhöz szoktuk viszonyítani a gázoknak a sűrűségét. Kis mértékben, kicsivel kisebb a sűrűsége, mint a levegőnek, tehát azt mondhatnánk, hogy felfelé száll, de közel azonos, úgyhogy nagyjából úgy is szoktuk tekinteni a szénmonoxidra meg a levegőre, hogy szinte egy az egyben el tud keveredni. De hova érdemes tenni? Vagy inkább azt kezdem, hogy hova nem érdemes tenni. Tehát ajtónyílás, ablakok közelébe, vagy olyan helyen, ahol rendszeresen előfordulhat légmozgás húzat, oda semmiképpen sem érdemes tenni, mert ha van is szénmonoxid a légtérben, a légmozgásból adódóan ez nem fog ott olyan koncentrációban jelen lenni, amire esetleg az érzékelő időben tud jelezni. Oldalfalra tudjuk helyezni, tüzelőfűtő berendezés környezetében mennyezetre tudjuk helyezni. Szintén oldalfalra helyezésnél arra kell figyelni, hogy a mennyezettől kb. 20-25 cm távolságot hagyjunk el. De aki ilyen érzékelőt vesz, hogy már az említettem, ha egy szakkereskedésben, tüzeléstechnikai boltban vásárolja, egyrészt ott élőszóban is elmondják minden kedves vásárlónak ezeket az információkat, illetve magában a készüléknek a dobozában is egy
pár lépésben álló sematikus ábra és szöveges ismertető is tájékoztat arról, hogy hogy kell felhelyezni, hova kell elhelyezni. Nálunk a mi házunkban egyébként kettő ilyen érzékelő is volt, amikor nyílt égésterű fűtőberendezésünk volt, egy a fűtőberendezés környékén, egy pedig a nappaliban, mert hogy ott meg tényleg a kandallós falról is volt, hogy visszaáramolhatott egyébként így a szénmonoxid. Nálunk azért ebből volt is egy kis, hát nem tudom, probléma, hogy lecseréltettük egyébként így zárt égésterűre. De egyébként, hogyha valakinek megszólal ez az érzékelő, akkor mi a teendője, mit kell tennie? Komolyan kell venni mindenek előtt, hogy ezt miért mondom. Nagyon ritkán, de itt a mi vármegyénkben is találkoztunk az elmúlt években olyan szénmonoxid jelzéssel, szénmonoxid káreseménnyel, ahogy mi hívjuk ezeket az eseteket, ahol volt szénmonoxid érzékelő, jelzett a szénmonoxid érzékelő, de a tulajdonos nem vette sajnos komolyan. Szerencsére egyik esetben sem lett tragédia, haláleset vagy komolyabb személysérülés, de kijelenthetjük, hogy szinte csak a szerencsének volt köszönhető. Konkrétan egy eset, ugye név és cím nélkül, tehát nem személyeskedve elmesélhető. Egy családi házban fel volt szerelve a szénmonoxid érzékelő, egy idősebb házaspár lakott ott, az emeleti szinten pedig a lányuk, a felnőtt lányuk, a két az idős szülőknek az unokáival, a lánygyermeknek a gyermekeivel. És egy éjszaka folyamán a ház tulajdonosától tudjuk az információt, kétszer-háromszor is megszólalt a szénmonoxid érzékelő, egyszer sem tette meg azt, amit majd mindjárt el fogok mondani, hogy mi ilyenkor a helyes eljárásrend, hanem a szénmonoxid érzékelőt, mikor már másodszorra, harmadszorra ébresztette fel a családot, vagy a család egy részét levette a falról, kivitte a téli kertbe, és szó szerint ilyen dúnyhák, párnák alá tette, hogy az sípoló hangja ne zavarja őket a pihenésbe. Aztán végül is az indikálta azt a cselekedetüket, hogy tűzoltókat hívtak, segélyhívott tárcsáztak, hogy reggeli órákban a gyermekek kisebb testsúly, hamarabb, könnyebben, rövidebb időn belül észre lehet venni rajtuk általában a mérgezés tüneteit, rosszul létre panaszkodtak, hány ingerre panaszkodtak, és innen kezdték el összerakni a történetet, hogy ilyen profánul fogalmazok, hogy szénmonoxid jelző jelzést adott, a gyermekek rosszul vannak. Mit kell tenni? Ilyenkor nagyon fontos, hogy a tüzelőfűtőberendezést zárjuk el. Nyissuk ki az ablakokat, hagyjuk el az ingatlant, és azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívószámot, és amíg a tűzoltó bajtársaim nem érnek ki a helyszínre, ne is menjünk vissza. Tűzoltók mit csinálnak, amikor kérnek a helyszínre? Nekik feladatuk az, hogy rekonstruálják a történteket, hiszen abból adódóan, hogyha a tüzelőfűtő berendezést elzártuk, ablakokat, nyilázárokat kinyitottuk, nagy eséllyel, akkor már szénmonoxid koncentráció nem lesz mérhető ebben a lakótérben. Az ő feladatuk, hogy már említettem, rekonstruálni a történteket, vagy mi történhetett. Ők vissza fogják csukni a nyílászárókat, természetesen a lakás lakói tulajdonosai nem mehetnek vissza. Tűzoltó kollégák is légzésvédelmi eszközbe mennek be, hogy a saját egészségüket ne veszélyeztessék. Újra elindítják azt a tüzelőfűtőberendezést, ami korábban üzemelt, és várni fognak. Arra fognak várni, hogy esetleg ez a szénmonoxid gáz újra megjelenik a lakótérben. Ha volt szénmonoxid érzékelő, vélhetőleg volt, hiszen ezért hívtak tűzoltókat, az újra megszólal-e, illetve hát a tűzoltók is el vannak látva ilyen mérőműszerrel, hitelesített mérőműszerekkel. Emellett értelemszerűen a gázszolgáltató munkatársait is értesíti a katasztrófavédelem, akik a helyszínre jönnek, és ők pedig a tüzelőfűtőberendezéssel kapcsolatos műszaki ismeretekről, problémákról tájékoztatják a lakót, vagy az is előfordulhat, hogy megtiltják ennek a berendezésnek a használatát, akkor további felülvizsgálatig vagy javításig. Ugye ez főleg a fűtési szezonban kerülhet elő, ugye ez a probléma, viszont más veszély is van, ami leselkedik ránk, főleg mondjuk ősszel, annak főleg a környezetében, ahol ugye borospince van. Itt mi a helyzet egyébként, hogy kell, mire kell figyelnünk a mustgáz mérgezéssel kapcsolatban? Egyetlen apró kiegészítés, hagyj tegyük, mire a mustgázra rátérünk, hogy valóban sokáig ez volt a kampányunknak is egy része, tehát a katasztrófa kampányának része, hogy fűtési szezon kezdetén. Már nem csak a fűtési szezonra korlátozódik a szénmonoxid mérgezés veszélye, hanem gyakorlatilag egész évre, hát ha nem kitolódott, az egész évet lefedi, ennek pedig nem más a magyarázata, mint a kombinált gázkazánok széleskörű használata. Ugyan nyáron, tavasszal, amikor jó, magas a külső hőmérséklet, nem fűtünk, de a kazán nem áll le, hiszen a használati melegvizet, amivel fürdünk, amit használunk, azt ugyanúgy ez a kazán állítja elő. Tehát ahol ilyen kazánt használnak, ilyen kombinált gázkazánt, ott egész évben fennállhat ennek a lehetősége, és hangsúlyozom, ezt úgy tudjuk csak kizárni az életünkből, a kifogástalan a tüzelőfűtőberendezés, a kifogástalan a kéményünknek az állapota, és még szénmonoxid érzékelővel is rendelkezünk, mert felelősen gondolkodunk, és fontos a családunk biztonsága. Viszont amit említettél, ez a széndioxid gáz mérgezés,
vagy köznapi nevén ugye a musgáz mérgezés, ez valóban időszakhoz köthető. Ez az nyár késő része, tehát a korai szőlőfajtáknál, ahol már augusztusban születelnek, illetve szeptember-október időszakban, amikor leviszik a cefrét, leviszik a musnak, bornak való. Ha pontatlanul fogalmazok, akkor kérem, hogy a szőlészettel, barászattal foglalkozok, nézzék el nekem. Én csak nagyon kulturált mennyiségben fogyasztom, de nem állítom elő, tehát nem biztos, hogy a megfelelő kifejezéseket használom. De a lényeg, amikor ezek lekerülnek pincébe, az erjedés során képződik a széndioxid gáz. Ez a gáz ez önmagában nem mérgező, mint például a szénmonoxid, de nehezebb a levegőnél, a pincének az alján kezd el összegyűlni, és ahogy ennek a mennyisége növekszik, ugye a széndioxid gáz termelődik, a mennyisége növekszik, a pincében lévő oxigént, levegőt és a levegővel együtt az oxigént ki fogja onnan szorítani, és így tud okozni fulladásos halált. Hogyan tudjuk megelőzni a tragédiát? Tehát, hogy hogyan menjünk le egy boros pincébe, hogyha már tudjuk, hogy az az időszak van, hogy a most az érlelődik? A korszerű technológiának köszönhetően már nem csak szénmonoxid jelzők, hanem széndioxid jelzők is kaphatok, akár ilyet is beszerezhetünk. Nagyon, ha van rá lehetőség, akkor teremtsünk a pincében valamilyen szellőzést, húzatot, akár kényszer szellőzést, tehát valamilyen ventilátor beszerelésével, használatával, vagy hát magát a természetet segítségül hívva, van egy pincelejáratunk, vélhetőleg annak a pincének a lejárattól számít, vagy távolabbi pontján elképzelhető, sőt, vagy valószínűséggel van valamilyen szellőző nyílása, akkor ez is segíthet benne, illetve a régi jó módszer ebben az esetben kiválóan alkalmas, amikor meggyújtunk egy gyertyát, és ezt a gyertyát valamilyen botra téve, magunk előtt tartva, térdvonalánál lejjebb a padló közelében tartva megyünk le a pincébe. Ugye égés feltétele az éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén. Hát itt az oxigén az, amit mi vizsgálunk. Ha a gyertyalángja ég, akkor van oxigén. Ha a gyertyalángja elalszik, akkor nincs oxigén, felgyűlemlett a széndioxidgáz, azonnal el kell hagyni a pincét. És ugye ilyenkor is hívni kell a 112-t, hogy menjetek segíteni. És nagyon fontos, elnézést, hogy belevágtam a kérdésedbe, a következő kérdésedbe, ha olyat tapasztalunk, vagy azt gyanítjuk, hogy lement egy ismerősünk, egy szomszédunk a pincében, nem jött fel, és alapos a gyanú, hogy esetleg a széndioxid gáz mérgezés történt, nem magunk próbáljuk meg kimenteni, hanem azonnal hívjunk tűzoltókat, és bármennyire is szeretnénk segíteni, ne menjünk le a pincébe, mert pillanatok alatt mi is fulladásos halált, vagy súlyos sérülést tudunk szenvedni. Igen, itt egyből utána akartam kérdezni, hogy hívják a 112-t, azaz benneteket, hogy nagyon sok azért a feladat, tehát ezt sajnos el kell mondjuk, hogy azért nagyon sok a katasztrófavédelemre jutó feladat. Széles körű mondhatjuk, igen. Igen, tehát hogy többször vagyunk nálatok, ugye interjúra forgatunk, és sokszor megszólal ugye a sziréna, és már mentek is, vonultak ki, illetve vonulnak a munkatársak ki. Mi a helyzet egyébként itt Fejérvár megyében az állománnyal? Mennyire vagytok, kell-e toborzás, hogyan jönnek az új tűzoltó jelöltek, tűzoltók? Létszámhiányunk van, de egyáltalán nem olyan mértékű, ami bármilyen módon akadályozna vagy zavarná a feladatellátás, és ezt nem csak az egyenruha mondatja velem, ez valóban így van. Tehát előfordulnak, hogy kollégák esetleg áthelyezésüket kérik egyik vármegyéből egy másik vármegyéből, vagy egyik tűzoltóságra egy másik tűzoltóságra, mondjuk egy megváltozott élethelyzet miatt családot alapít, vagy hasonlók. Nagyon kis számban előfordulnak leszerelők is. Általában a próbaidőben egy-egy előfordul, aki tehát a próbaidejét tölti a tűzoltóságon, a hivatásában, és úgy gondolja, hogy ez a szakma, ez a hivatás mégsem neki való. Toborzásunk az folyamatos, tehát lehet jelentkezni tűzoltónak, e-mailben is, személyesen is, telefonon is, tehát itt Székesfehérváron szerintem kevés olyan ember van, aki ne tudná, hogy Szent Flórián körút 2, az a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, és még egy-két szervezete is ennek a igazgatóságnak ott található, ott lehet jelentkezni. Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálatokon kell átesni. Minden szűrőn megfelelő értékelést kapott a jelölt, akkor egy 5 hónapos képzésen vesz részt, egy tűzoltó kiképzésen vesz részt, és ezt a kiképzést ezt teljesítette, a vizsgákat eredményesen elvégezte, akkor lesz ő hivatásos tűzoltó, beosztott tűzoltó, azon a tűzoltóságon, ahova ő tervezte a leendő állomány illetékes parancsnoka. Te mit látsz egyébként, hogy mennyire vonzó ez a tűzoltó hivatás így a mai fiatalok számára? Hát én azt látom, hogy talán egy kicsit csökkent a tűzoltó hivatás iránti népszerűség. Én 26. éve vagyok tűzoltó.
Amikor én jelentkeztem, akkor nagyon-nagyon sok jelentkezőből lehetett válogatni, amit persze az akkori tűzoltó vezetőknek egy jó dolog volt, hiszen hát ha úgy tetszik, akkor a javát ki lehetett válogatni. Most azért kevesebb jelentkező van, hiszen a munkaerőpiac az nagyon széles. Külföldre is mennek dolgozni esetleg állampolgárok. Tehát kicsit talán nehezebb megszólítani a fiatalokat, mint egy 10-20 évvel ezelőtt, de azért most is vannak még olyanok, hál' Istennek, olyan fiatal emberek, férfiak, akiknek fontos az, hogy olyan szakmát üzenek, olyan hivatást választanak, ami úgynevezett segítő szakma. Fontos az, hogy az elvégzett munka után joggal érezhessék azt, hogy ők itt valami pozitívat tettek, nem csak magukért, hanem a közösség, a társadalom, az állampolgárok érdekében. Ez még mindig nagyon erős motivációs tényező az egyéb más materiális okok mellett azoknál, akik a tűzoltó hivatást választják. És hogyha jól tudom, akkor nálatok is van olyan az állományban, aki apuka fiaként került oda hozzá. Így van, hát még mindig működik ez a apáról fiúra, apáról unokára szálló mestersége vagy hivatás. Hát aki tűzoltó fia, tűzoltó gyermeke, azért az fertőződik már gyermekkorában. Aztán, hogy ez mennyire fogékony és mennyire marad meg azokra az időkre, amikor már eléri azt az életkort, hogy esetleg ő is állományba kerülhet, hát ez már egy másik kérdés, hiszen lehet, hogy változik az érdeklődési kör és más felé nyit, de azért vannak még mindig olyan kollégák, akiknek a gyermekei ezt a pályát választják. Azt egyébként hogy látod, mert volt egy bejegyzésed az egyik közösségi oldalon, ami egy kicsit azt érzékeltett, hogy mintha a lakosság, az emberek annyira nem vennék komolyan az egyenruhásokat. Hát ez egy nagyon általános kérdés. Ha egy pár hónappal ezelőtt kérdezett tőlem, akkor határozottan azt mondtam volna, hogy javuló a tendencia, tehát hogy segítik a munkánkat. Az utóbbi időkben vannak sajnos személyesen is negatív tapasztalataim, elhanyagolható mértékben, de azért akadnak. És nem feltétlenül az egyenruha vagy a kék lámpa tisztelete segítéséről van szó, hanem akár arról is, hogyha egy állampolgártársunkat bajban van. Úgy látjuk, hogy ott valamilyen segítségre lehet szükség. Lehet, hogy a mi kompetenciánk nem terjed tovább egy telefonhívásnál, tehát egy 112-es segélyhívó telefonhívásnál. Nem tudunk többet tenni, de ha ezt meg tudjuk tenni, már ez is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy nem kritikus, nem válságos a helyzet, nagyon sok jó ember él, nagyon sokan segítenek embertársaiknak, de hát mindig találkozunk, én szerintem sokkal kisebb számban, mint a pozitív, negatív példákkal is, ahol esetleg nem az empátia az, ami a legerősebb az adott állampolgárban. Én most egyébként pont, vagy főleg arra is gondoltam, hogyha mondjuk balesethez vonultok, ugye, vagy egy tűzesethez vonultok, hogy mennyire veszik ezt komolyan mondjuk az autósok, mennyire engednek el benneteket? Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben. Azok a közlekedési szituációk, helyzetek, ahol esetleg egy forgalom más résztvevője akadályozza a tűzoltó, vagy bármilyen kéklámpás, ne csak tűzoltókról beszélünk, hiszen vannak más segítő szervezetek is, bármilyen kéklámpás szervezetnek a vonulását, az nem gondolom azt, hogy ez egy szándékos lenne, vagy akadályozni szeretné, vagy rátapadva ő is elsőbséghez jutni a forgalomban, hanem inkább a bizonytalanságból fakad, abból a stressz helyzetből fakad, hogy hirtelen nem is tudja, hogy most akkor gázt kéne adnom, le kéne húzódnom, lassítsak. Tehát inkább ez a bizonytalansági faktor az, ami tehát a helyzetnek a nem gyors és nem a legmegfelelőbb felmérése, és az erre adott válaszreakció az, ami esetleg akadályozhatja kisebb mértékben a vonulást. Én szándékosságot nem szoktam tapasztalni szerencsére. Tehát alapvetően az emberek segítik a tűzoltók munkáját, illetve a kéklámpások vonulását, és hangsúlyozom, ha esetleg ebbe úgy lehet észlelni, hogy valami nem úgy működött, akkor inkább a bizonytalanság az, ami van, és semmiképpen sem szándékos cselekedet. Nagyon szép hivatás egyébként az, amit csináltok, tehát ez a tűzoltó hivatás. És most az utóbbi időben nem tudom, mennyire volt erre egyébként így lehetőség, de hogy a vonulásokon kívül és tényleg a napi munkán kívül azért nektek van időtök, energiátok arra, hogy egy kicsit megismérettessétek magatokat. Ugye a tűzoltóknak vannak versenyei. Mi a helyzet egyébként így ezekkel? Mennyiszer van egy évben? Mi a helyzet 2023-mal? Vannak versenyeink, így van. Vannak úgynevezett szakmai versenyek, tűzoltó szakmai versenyek is. A különböző ilyen tűzoltó szerelési feladatokat kell végrehajtani, hogy ez mit jelent. Hát megpróbálunk valósághű helyzeteket modellezni, tűzeseteket vagy közlekedési baleseteket, és ezeket kell felszámolni a tűzoltóknak, ahol
az idő mellett, hiszen a mi munkánknak egy nagyon komoly mérő tényezője az időfaktor, hogy minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt segíteni tudjunk a bajba jutottnak, de ugyanilyen fontos az is, hogy mindezt megfelelő szakmaisággal támasszuk alá, tehát ne bajt okozzunk, ne további sérülést, hanem valóban segíteni tudjunk, és azt minél rövidebb idő alatt. Ezek a szakmai versenyek. Emellett vannak az úgynevezett tűzoltó sportversenyek. Hát két olyan számot szeretnék, vagy versenyszámot szeretnék kiemelni, ami tényleg csak a tűzoltókra igaz. Van egy úgynevezett horoglétra versenyünk, ahol egy mászófalra kell fölmászni egy speciális létre segítségeként, 3 emelet magasba, vagy magasságba egész pontosan, hogy helyesebben fogalmazza pontosabban, ami azért nem csak fizikumot igényel, hanem azért bátorságot is, hogy valaki egy külső homlokzaton ilyen magasságba feljusson. A másik meg az úgynevezett kis motor fecskendő szerelési verseny, hogy ez mit jelent. Gyakorlatilag egy szivattyút jelent, vizet kell vele kiszivattyúzni egy kádból, egy ilyen víztároló kádból, és ez a víz ugyanolyan tömlőkön halad tovább, mint ha valóban tüzet oltanának, csak itt nem tüzet oltanak, nem ilyen céltáblába kell bizonyos mennyiségű vizet eljutatni. Hát ezek elég népszerűek, ezek a sporteseményeink szerencsére, meg hát ezek látványosak is. És ha jól tudom, azért a Fehérvár megyeiek jól is szoktak szerepelni, mondjuk, hogyha országos versenyen vesznek. Hát az elmúlt évben is, igen, ezen az úgynevezett kis motor fecskendő szerelési versenyen, ami országos verseny volt, és most már hagyományosan sokadik éve itt Fehérvár megyében rendezzük meg az országos versenyt. Hát mindig dobogós helyezettek a Fehérvár megyei csapat, és általában a fehérvári csapat, hiszen hogy kiképviseli a megyét, az pedig úgy dől el, hogy vannak előző válogató versenyek, ahol a vármegyének a hivatásos tűzoltósága összemérik a tudásukat, és aki a leggyorsabb, legügyesebb, ő fogja képviselni a vármegyei szervezetet, és ez elég gyakran a fehérvári tűzoltóság, és ezt követően pedig, hál' Istennek, szinte mindig dobogóra kerülnek. Hát akkor sok sikert kívánunk így 2023-ban is a Fehérvár megyei katasztrófavédelemhez tartozó tűzoltóknak a versenyéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a köztérben, és sok mindent megtudhattunk így a munkátokról, illetve a veszélyt jelentő dolgokról is. Köszönöm szépen a meghívást! Kedves nézőink, a köztér vendége volt Farkas Bozsi Gábor, a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.